A koronavírus járvány miatt szeptember 30-áig lehet benyújtani az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotó pályázatának pályaműveit. Az alkotásokat változatlanul személyesen, postai úton vagy e-mailen a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz 5000 Szolnok József Attila út 14 lehet eljuttatni. Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2020-ban immáron 7. alkalommal hirdette meg alkotói pályázatot óvodásoknak és iskolásoknak. A kialakult helyzetre való tekintettel, a koronavírus miatti korlátozások figyelembe vételével a kiírók megváltoztatták a beadási határidőket. Ezzel is támogatva az alkotó munkát, egyúttal szem előtt tartva a gyerekek biztonságát, testi épségét. A korábbi kiíráshoz hasonlóan az Országos Tűzmegelőzési Bizottság olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a tűzoltói hivatást. Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportos alkotásokat, illetve kézműves remekműveket várnak. Az iskolások 3 korcsoportban 6-tól 10 éves, 11-től 14 éves, illetve 15 és 18 éves kor között pályázhatnak. Ők szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes programot. Fontos, hogy a pályaművekhez csatolni kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot és az alkotás adatlapot. A jelentkezés csak ezek birtokában tekinthető érvényesnek. Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az Országos Bíráló Bizottság elnöke dr. Bérci László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő. A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjátadó ünnepsége későbbi meghatározott időpontban Budapesten lesz. Az országos verseny győztesei értékes ajándékot kapnak, számos különdíjas gazdára talál majd. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a legkreatívabb óvoda, iskola 2020 címet, amelynek jutalma egyebek mellett az is, hogy a tűzoltók látványos bemutató keretében ismertetik meg a legkreatívabb intézmények növendékeivel a füstcsátor, a tálcatűzoltás, olajtűzoltás és a roncsvágás rejtelmeit.